legutóbb bemutattam a D-mollt, a C-dúrt és a G7-est. Ma a G-dúrt fogom bemutatni először, tehát ugye ez volt a G7. A negyedik ujjunkkal az első húrról lefogjuk a harmadik mundot, tehát itt, elengedhetjük az első ujjunkat, akkor ez egy G-dúr. Tehát így volt a G7-es, és egy G-dúr. Bemutattam a legutóbb a D-mollt. Most pedig a D-dúrt szeretném bemutatni. A D-dúr annyiban különbözik, hogy a harmadik ujjunkat ezt hagyjuk itt, a második húron, a harmadik bun. A második ujjunkat áttesszük az első húra, ide, ez a második bun. Az első ujjunkat pedig a harmadikra. A legalsó négy húrt pengetjük. Tehát ugye ez a D-moll. D-dur pedig így van. Egyik korábbi leckében bemutattam az A-mollt. Az A-dur az hasonló az A-mollhoz, egy hangú különbség. Tehát a negyedik ujjunkat írtesszük a második húrra. A-durt kapunk. Az első három ujjal is lehet fogni, vagy pedig második, harmadik és negyedik ujjunkkal.